A sikertelen ostrom utáni reggelen bátori haditanácsot tartott. Ennek határozatából nyilvesszőn levelet lőttek be a várba, amelyben a király teljes szabadságot ígért az őrségnek és lakóknak, amit azok az orosz viszonyok közt nem ismertek, ha feladják a várat. A védők erre hasonló módon feleltek, kijelentvén, hogy ők nem kupeckedő zsidók, akik a kereszténységet, urukat és hazájukat elárulják, bármit is ígér a király. Ez a gondolat úgy látszik Zamoyskié lehetett a tanácsban, mert meg nem valósulása után sokan kifakadtak ellene, mondván, hogy olasz akadémiákon sok minden tanulhatott, de azt nem miként kell a muszkát megverni. Erre nem maradt egyéb, mint folytatni az ostrom műveleteket, vagyis ugyanazt a harcmodort, amelyet az előző két hadjáratban követtek. A fő dolog a falak aláaknázása volt, hogy amint avval elkészülnek, újabb rohamot intézzenek a vár ellen. Csak hogy hamarosan kitűnt, hogy az ostromlóknak nincs hozzá elég erejük és lőszerük. A várat pedig négyezer válogatott gyalogos és 2000 lovas védi, bőséges lőszer birtokában. Így az egész szeptember jóformán eredménytelenül telt el, holott a várba igyekvő és eleséggel, munícióval megrakott hét orosz bárkát is sikerült elfogniuk. A lengyelek közt különösen kitűnt egy Szabocki Szaniszló nevű vitéz, a német lovasság kapitánya. Ez látva a király levertségét, engedelmet kért tábornokától, hogy ötven lovasával megtámadja a várból kitörő muszkákat. Ez a merész vállalkozása aztán annyira sikerült, hogy kevés veszteség árán valami tíz fővezért levágtak, hetet pedig megkötözve vezetett a király elé, aki erre így dicsérte meg az egész tábor hallatára. Légy üdvözölve, derékharcos, hogy ma háládatos királyod előtt így vitézséget tanúsítottál. E szabak után a király kezet szorított vele, társát, az olasz Rodolfini domonkos kapitányt pedig a magyarok egy 900 főnyi csapata ezredesévé nevezte ki. Ezt különben azért is becsülte, mert az ő tüzes laptáit tökéletesítette. A derék tiszt ki is mutatta iránt a háláját, avval is, hogy róla írásban így nyilatkozott. István király valódi típusa a keresztény hősnek, erkölcsös, kegyes, aki minden nap részt vesz a misén, értelmes, merész, nem fél a kemény munkától, és legendás bátorságú. Az ostrom műveletek alatt a magyar hajdúk a sánc ásásban és a bástyák aláaknázásában jeleskedtek, kivált, mikor a várva várt lőpor a kurlandi hercegtől megérkezett. A velikája vize melletti tornyok aljában egy jókora nyílást sikerült észrevétlen készíteniük, s ezen kibe menve csetepatéztak az ellenséggel. Ez azonban forró vízzel és szurok koszorúkkal nyugtalanítá a bástya alatt nyüzsgő magyarokat, míg a falakról 70 fontos golyókat szórtak olykor a táborra. Még kellemetlenebb volt az a védelmi eszközük, hogy nehéz szeges fatúskót lóbáltak vasláncainkon a hajduk feje felett, amint észrevették, hogy a falak tövében dolgoznak, motoszkálnak. Piskov további vívását megakasztotta, s a király kitartását lankasztotta azonban a fagy, éjség és pénzhiány. Ez okok közül egy is elég indokoltá tette a katonák mind jobban megismétlődő zúgolódását. Az élelmezést végző csapatokat állandóan bosszantották az alig egy mérföldnyire fekvő a kolostorból kitörő katonák, mert alig volt nap, hogy egy-két emberüket le nem vágták, vagy el nem fogták volna. Ez a kőfallal körülvet kolostor arról volt nevezetes, hogy a templomban egy fából magából kinőtt Mária képet őrzött, amelynek csodaerőt tulajdonítottak. Így állandó búcsújáró helyül szolgált. A királyt nagyon bosszantá a dolog, és ezért előbb németeket küldött kiostromlására, majd 500 magyart vissza János vezérlete alatt. De azok sem mentek vele semmire, épp úgy, mint a skót zsoldosok, akikben Zamoisz kibízakodott. Még csoda is történt velük. Egy éjjel ugyanis hirtelen egy gyermek jelent meg a Kolostor várfalán, ahonnan leszólt, hogy Isten küldte annak jelentésére, hogy a falak jók, élelmük is elég van, csak tartsanak ki még három napig, amíg az ellenség a kolostor alól elvonul. E szavak hallatára az ostromlók felmásztak a falra, de mire megfoghatták volna, a gyermek eltűnt. Helyette az zárda állott szóba az oroszul is tudó Bornemisszával, akivel a következő nyugodt társalgást folytatta. Mikára volt a királynak erről a szent helyről, jó vitéz, hogy egy kolostort akar elfoglalni, holott még a mi nyelvünkön is kijelenti nagy büszkén, hogy templomot nem szabad bántani. Adjátok meg a kolostort, és legyetek hívek, mert az sem szép, hogy zsoldosaitokkal bántjátok katonáinkat. Csodálkozom, hogy egy szent hely alatt akartok lovagok lenni, derék kapitány. Ám küzdjetek a vár ellen, amelyet, ha bevesztek, készséggel meghódulunk a királynak, ha ugyan bennetek, hitszegő magyarokban bízni lehet. Erre a szerzetes leszállt a falról, mire a kolostor udvarából olyan gúnykacaj, lárma, dörömbölés, dobolás és harangzúgás támad, hogy Farenzbeg és Bornemissa szégyenkezve vonult vissza a táborba, anélkül, hogy a kolostor sikerült volna bevenniük. És ezt nem csak a muszkák, hanem még az ostromlók is a csodatevő ikonnak tulajdonították. Októberben olyan hideg támadt, amely a lengyel sereget megtizedelé, és a lovak közt is oly pusztítást végzett, hogy zászló aljanként alig maradt negyven belőlük. A fagy, s vele járó egyéb nyomor a hó végére egyre növekedett. Eként nem csoda, hogy kedvetlenül fogtak a 28-ára rendelt új ostromhoz, bár az kellően elő volt készítve. Ezt a magyar hajduk indították meg, avval, hogy a lasacskán kivájt résen behatolnak széles pajzsaik védelme alatt a várba, hogy a fafalakat felgyújtsák de a védők forró vizet, olvasztott szurkot, meg kézigránátot dobáltak reájuk. A pár nap múlva, november harmadikán megkísérlet újabb ostrom sem volt sikeres, mert lövéseikkel a védők visszaűzték őket a folyó jegéről, ahonnan támadni kezdtek. Ez volt a támadóknak immár a 31. rohama, a kisebbeket is beleszámítva. Ilyen módon igyekezvén Zamoyski a védőket kifárasztani. Ez azonban nem sikerült, hisz ők is hasonló kirohanásokkal feleltek, sőt, azok száma, amilyenket épp tízzel volt a felül. Lehangolóan hatott az is, hogy minden örködésük mellett Miezoljedov, Sterlitz vezér, egy éjjel átvágta magát hadával a lengyelek védővonalán, és bevonult a várba. Másfelől a nélkülözések így mértékéhez nem szokott háromezer német Lanzknecht hazatért mert Zsoldjukra, a királynak már nem volt pénze. Magában pedig reménytelennek találta a helyzetet. Azon már az sem segített, hogy felszólítására a svédek az oroszok balti tengeri kikötőit sikerrel ostromolták. Nem segített az sem, hogy a király ritka nagylelkűséggel osztogatott címeres nemes leveleket azoknak, akik az ismételten megkísérlet ostromokban magukat kitüntették. Így Podgorszki sebestjénnek, Ilmanovszki Kristófnak, meg Kozlovszki Sebestjénnek, és másoknak. De még az sem, hogy a rettenetes köd, állandó hóvihar és kegyetlen fagy ellenére november végéig, András napjáig példásan helytállott, hogy csügget katonáiban a kötelezettségérzet és életerőt valahogy ébren tartsa. Ezért bátori keserűséggel teli lélekkel adta elő az utolsó hati tanácskozáson azt a meggyőződését, hogy a további hadmiveleteket és vérveszteséget hiába valónak véli. De egyben megköszönvén a vezérek eddigi önfeláldozó hősies magatartását, a hadvezetést Zamoyszkira bízta, s maga udvari emberei, tisztjei és lengyel nemesei egy részének kíséretében elvonult délnyugati irányban, hogy Osztrovon át mielőbb elérhesse a Dzvinát és Vilnába juthasson. Hős királyukat katonáik, az őrökön kívül, táboruk legkülső állásáig kísérték éjjenezve. Ám midőn az e szavakkal búcsúzott tőlük. Távozom egy csekély, kimerült katonassággal, hogy egy erős, friss haddal térjek vissza körötökbe. Valahogy senki sem bízott a sápadtarcú vezérben. Midőn az Zamoyskit megölelve, leverten hagyta el őket a király távozása a fagytól és más nélkülözésektől elcsigázott táborban olyan váratlan lehangoltságot idézett elő, hogy Zamoyskinak erélyes módon kellett a meglazult fegyelmet helyreállítania. Az idősebb szenátorok és fővezérek közül hatos tanácsot szervezett, s az eddiginél is szigorúbb hadirendet tartott. Akik marogtak miatta, azoknak nyíltan szemébe vágta, hogy minél nagyobb valakinek a méltósága, annál nagyobbnak kell büntetésének is lennie, ha valamiben vétkezik. Megesett, hogy udvari szolgát fogva tartott kihágásért. Rakoncátlankodó ifjakat kiköttetett, egy sikkasztó ezredest felakasztatott, sőt, egy pár nemes embert végigveretett. Az sem igen tetszett, hogy a csatangoló asszonyoktól megtisztítá a tábort. Néhány engedetlen nőszemét meg lefejeztetett. Ebben királya erejét követte, aki egy ízben, látván, hogy az ilyen könnyűvérű hölgyek a táborokba is befurakodnak, és még az udvari embereket is zavarják dolgokban. néhányukat a rohanó árba dobatta, hogy megszabaduljon tőlük. Zamoyskit persze példás szigorúsága miatt sok zokszó érte, sőt, még gúnyiratok is keletkeztek. De időn azok az erélyes fővezér kezébe is eljutottak, azt mondta róluk a tanácsban, hogy szerzőikkel alaposan elbánna, ha ez iratok nem ő vele, hanem másokkal foglalkoznának.